Tisztelettel és szeretettel üdvözlök mindenkit. A mai beszélgetésnek a címe az, hogy UBI, avagy van-e alapja az alapjövedelemnek. Értékes nyereményeket sorsolok ki azok között, akik elsőre is rájöttek arra, hogy ez az UBI, ez nem a kovi UBI akar lenni, és ha elegánsan ejtjük, akkor ez valójában UBI, vagyis Universal Basic Income, azaz hát univerzális alapjövedelem, vagy legalábbis a magyar szóhasználatban úgy terjedt el, hogy feltétel nélküli alapjövedelem. Számos országban próbálkoztak vele, hát többé-kevésbé mindenütt befutcsolt, de újra és újra előhozzák. Hát elsősorban részben szélső baloldali pártok, részben szélső liberális pártok, és persze számos olyan politikai alakzat, ami valójában mind a két kritériumnak megfelel, és most Magyarországon is, ne csináljunk reklámot neki, szóval mindegy, egy párt előhozta ezt, és népszavazást is akarnak ezzel kapcsolatban. Nagy valószínűséggel nem nagyon lesz belőle semmi sem, mégis úgy érzem, és remélem, ha mindezt meghallgatjátok, megnézitek, akkor ti is úgy fogjátok látni, hogy azért hát 20 percet érdemes erre a kérdésre is rászánni. Annál is inkább, mert ha így hangzik el a kérdés, hogy akarja-e mindenki azt, hogy legyen egy feltétel nélkül alapjövedelem, tehát hogy minden hónapban kivétel nélkül mindenki, mondjuk mint ez a párt most javasolta, 250 ezer forintot kapjon mindenféle feltétel nélkül, akár úgy is, hogy semmiféle egyéb tevékenységet nem végez, és ha végez, akkor ezt az összeget akkor is mindentől függetlenül kapja. Ez körülbelül ugyanolyan, hát nyilván tudhat azért, majd meglátjuk, persze Magyarországon eddig sem volt túlságosan népszerű ez a gondolat. Kiderül, hogy az előttünk álló, hát azért múlt felett kalandosnak ígérkező hónapok meg évek során lesz-e mindennek fokozottabb népszerűsége, mint eddig volt, de azért ezek a kérdések általában, talán mondjuk az a kérdés lenne még ennél is ütősebb, hogyha fedő, hogy akarjátok-e, hogy egyáltalán ne legyen semmilyen adó. És akkor hát persze, nyilván az emberek többsége azt szerencsére ilyen kérdéseket nem lehet népszavazást tárgyává tenni, de persze az emberek többsége azt mondaná, hogy akarjuk, persze, azt már nem teszik hozzá ezek a kezdeményezők, hogy jó, ha nincs semmilyen adó, akkor természetesen nincs semmiféle állami nagyrendszer sem, tehát sem oktatás, egészségügy, meg egyáltalán semmiféle állami szolgáltatás, akkor ezt vagy az egyén, vagy a kis közösségek valamilyen formában, nagyon izgalmas lenne persze egy ilyen kísérlet, kell, hogy megoldják. De térjünk vissza erre az alapjövedelemre, mert ha kicsit szélesebb, és erre tennék most kísérletet, ha kicsit szélesebb történelmi kontextusba próbáljuk elhelyezni ezt a kérdést, akkor azért érdekes összefüggések jöhetnek fel, és ezeket viszont érdemes lenne megvizsgálni. Nem azért, minthogyha bármilyen valóságos esélye, lehetősége és értelme volna ma bevezetni az ilyen feltétel nélküli alapjövedelmet, hanem azért, mert sok tanulság adódik mindebből. A Biblia is úgy fogalmaz, hogy méltó a munkás az ő bérére. És hát évezredeken keresztül a minden társadalom, mondjuk a ősi egyiptomi birodalomtól, mondjuk a 12.-13. századi Európáig, tehát legalább 3000 éven keresztül a paraszti társadalom tette ki minden társadalomnak az abszolút döntő többségét, tehát 91%-át. És ez alatt az időszak alatt, ez alatt a 3 vagy akár 4000 év alatt valójában nem is sok minden változott a paraszti munkában, hiszen az alapvető feltételei
mind annak, hogy a földből az adott társadalom hogyan is szerzi meg a legfontosabb javakat, hát nyilván döntően a táplálékot, illetve mindazokat az anyagokat, amelyek a kézmű, földműveléshez és aztán a kézművességhez szükségesek. Tehát ezek alapvetően mondjuk a 12.-13. századig nem nagyon változtak. És kellett, hogy a paraszt, ugye méltó a munkás az ő bérére, a paraszti munka esetében is így volt, hiszen azoknak a társadalmi berendezkedéseknek, amelyek ilyen hosszú ideig, mint az ősi Egyiptomban is, tehát több ezer éven keresztül működtek, a stabilitás csak az adta, hogyha valóban mindenki, hát a társadalom döntő többsége, tehát a parasztság hozzájutott ahhoz a jövedelemhez, ami a méltó élethez volt szükséges, hogy ellássák azt a döntő fontosságú funkciójukat, amely nélkül nem működhetett volna a társadalom. Az alapvető és rendkívül brutális változást a korakapitalizmus kialakulása hozta Európában, tehát innen indult világhódító útjára, amiről azt tanultuk az iskolában, hogy hát eredeti tőke felhalmozás, tehát hogy ez úgy keletkezett, tehát a kapitalizmus úgy keletkezett, eredeti tőke felhalmozás, tehát az ember előtt úgy felsejlik, hogy a takarékos protőkések, tehát mielőtt ténylegesen tőkések kíván, nagyon takarékosan éltek, és az így felhalmozott javakból eredeti tőke felhalmozás gondolná az ember, pedig ez egy eufémizmus, ez egy megszépítése, vagyis hát meghamisítása mindannak, ami történt, mert ami történt, az valami hihetetlenül brutális kifosztása volt a paraszti társadalmaknak. Mondjuk körülbelül 200 év alatt, amíg a paraszti társadalom a klasszikus értelemben vett évezredeken keresztül létező szakrális paraszti társadalom hát gerincének megroppantása is körülbelül 200 évet vett igénybe Nyugat-Európába. Ezen aztán a 19. század végén elkezdődő előkészítés nyomán, a 20. század elején a bolsevik rendszer tudott jelentős mértékben változtatni, ő nem 200 év alatt, hanem 20 év alatt valósította meg mindezt, mármint a parasztitáson brutális felszámolását, értelemszerűen legalább 10-szer akkora, tehát egy nagyságrenddel nagyobb brutalitással. A kapitalizmus lényege, ne szépítsük, valójában az, és ez a örökké létező álma minden tőketulajdonosnak, még akkor is, hogyha ezt nem vallja be, nem lehet másféleképpen. A rendszer lényegéből következik az, hogy egy tőketulajdonosnak az a legjobb megoldás, hogyha a napi munkaidő 24 óra és az ezért fizetendő bér nulla. Azt persze értelemszerűen már akkor is ott a 13.-14. században minden tőketulajdonos tudta, hogy ez azért nem túlságosan célra vezető, hiszen a szegény munkaerő állat akkor mondjuk maximum egy héten belül elpusztul, és akkor ugyan ez egy nagyon jó üzlet, de hát tartósan semmiképpen nem valósítható, de hosszú évszázadokon keresztül a munkaidő nem sokkal volt kevesebb, a napi munkaidő nem sokkal volt kevesebb 24 óránál, mondjuk 16-18 óra, és az ezért kapott bér sem volt sokkal több a nullánál, maximum csak annyi, hogy éppen a legfontosabb fiziológiai szükségleteit képes legyen kielégíteni a munkaerőállat. Summa-summarum, érintettük már ezt a kérdést, ott az alatt a 200 év alatt a paraszti társadalom napi munka ideje körülbelül a kétszeresére nőtt, tehát az addigi 6-7 óráról 12-13 órára átlagosan a napi munkaidő, és az ezért kapott bér pedig a felére csökkent. Most ezek után azt hiszem egy picit érthetőbb a paraszt felkelések brutalitása, mert hát legyünk őszinték, mi is eléggé feszengenénk, frusztráltak lennénk, hogyha a napi munkaidőnket kétszeresére emelnék, ezzel szemben viszont szépen szisztematikusan az ezért kapott bérünket meg a felére csökkentenék.
már pedig ez ment végbe. És az a valami, amit ilyen szép, megszépítő kifejezéssel, eufémisztikusan, eredeti tőkefelhalmozásnak nevezzük, az valójában ez a folyamat volt. Elképesztő brutalitással, szervetlen erőszakkal szemben azzal, amit a kapitalizmus apologétái állítanak, hogy hát ez egy szerves, a természetes fejlődés hozta magával, és ez alapvetően jót tett, ugye, Stadtluft macht frei, azt hiszem ez volt, tehát a Arbeit macht frei, ugye a hitleri táborokra ez volt kiírva, akkoriban pedig ez volt az akkori média által terjesztett jelszó, hogy Stadtluft macht frei, vagyis a városi levegő szabaddá tesz, hát ezt a szabadságot a parasztság egy picit másféleképpen élte át, amikor a bekerítések nyomán, ami ugye a paraszti földek a szakrális földművelés brutális szétrobbantása volt, és a szó szerint földön futóvá tették a parasztság nagy részét, és ha nem akart éhen halni, akkor kénytelen volt naponta kétszer annyit dolgozni fele annyi bérére a városi manufaktúrákban, mindenféle értelemben sokkal rosszabb körülmények között. Ezt az iszonyatot valójában máig sem dolgozták fel a nyugati társadalmak, és amikor ez a nyugat, tehát elég erős volt ez a tőkestruktúra ahhoz, hogy globálissá táguljon, ez volt a nagy földrajzi felfedezések, ez a másik eufémizmus, és ugyanezt még ennél is brutálisabban, mint ahogy itt Európában, a saját élőhelyén, véghez üt, ennél is sokkal brutálisabban vitte végbe a trikontinentális zónában, tehát Amerikában, Afrikában és Ázsiában. Ez az eredete ennek az egész kérdéskörnek, tehát itt borult fel az a szakrális elf, hogy méltó a munkás az ő bérére. Nyilván az elmúlt egy-két évszázad során a globális kapitalizmus legalábbis a nyugat belső rendszereibe, amelynek a közvetlen perifériájához tartozunk, mi is megpróbálta mindezt, a központokban pedig hát rendkívül vonzóvá tenni mindezt, de a központokban legalábbis a 60-as, 70-es részben, még 80-as években azért lehetett az amerikai álom, azért lehetett ezt rendkívül vonzóvá tenni, mert akkor már működtek azok a globális erőforrás szivattyúk, amelyek lehetővé tették, hogy a központokban valóban, a leggazdagabb globális központokban valóban méltó legyen a munkás az ő bérére. Ebben az értelemben tehát valóban volna valamiféle történelmi létjogosultsága egy ilyen alapjövedelemnek, ami megpróbálná jóvá tenni azokat a létsebeket, amelyeket a társadalmak döntő többsége az elmúlt mondjuk 600-700 év során elszenvedett. De természetesen nem erről van szó. Akik ezt kezdeményezik, ultrabal, meg liberális erők, ez lényegében ugyanazoknak az erőknek, tehát a jakobinus, bolsevikok mai örökösei, akiknek eszeágúban sincs természetesen, eszeágában sincs ezeknek az erőknek az, hogy feltárják ezt a történelmi brutalitást, és megpróbálják valahogy orvosolni. Éppen ellenkezőleg ezt az alapjövedelmet valójában ezt tudják jól, ugye József Attila azt írja, hogy aki szegény, az a legszegényebb, ami drámai pontosággal írja le, hogy a szegény, a Gyöngyös Pata kapcsán átélhettük mindezt, meg a cigányság mai sorsán, hogy valójában a megfosztottság anyagilag is brutális, de az igazi megfosztottság valójában lelki, erkölcsi, szellemi természetű. Aki szegény, az a legszegényebb, lelkileg, erkölcsileg, szellemileg még többet veszített, mint anyagilag a paraszti társadalom, tehát képtelen már felfogni azt, hogy valójában mi volna a teendője ahhoz, hogy épp testben, épp lélek. Márpedig az épp testben, épp lélek volna a legfőbb feltétele annak, hogy ez az alapjövedelem,
és egyedül is kizárólag ebben az esetben volna ennek létjogosultsága, ha mindezt történelmileg feltárnánk egyfajta reszakralizáció keretében, a világ egész szerveződési módja átalakulna, szépen, türelmesen megpróbálnánk ezeket a létsebeket begyógyítani, amelyeket a globális kapitalizmus az elmúlt 6-700 évben okozott. Ha ma történne meg, mint ezek a liberális ultrabalos erők akarják itt Magyarországon is, ennek a feltétel nélkül alapjövedelemnek a bevezetése, akkor a lelki, erkölcsi, szellemi értelemben már az anyagiaknál is sokkal jobban szétroncsolt, mindentől megfosztott alsó 40%-a mondjuk a magyar társadalomnak is ezekből a jövedelmekből ugyanezt tenné, mint mondjuk Gyöngyös Pata esetében, hogy még meg se kapta a pénzt, de az uzsorásoknál volt már ennek a pénznek a nagy része, mert előre elköltötték olyan javakra, amitől a testi-lelki egészség nem épülni fog, hanem tovább rombolódni. És ez az, amit ezek az erők akarnak. Tehát aki ma be akarja vezetni ezt a feltétel nélküli alapjövedelmet, az vagy téved, engedjük meg, hogy ez is előfordulhat, sőt a többségnél valóban ez a helyzet, jó szándékúan úgy véli, hogy ez valami helyes törekvés volna. Az igazi kezdeményezői azonban mindennek végtelen cinizmussal, gátlástalan cinizmussal pontosan tudják, hogy ez még tovább rombolná éppen a legkiszolgáltatottabb erőket, mert ez a pénz, ezt a pénzt ezek a társadalmi csoportok, akik elsősorban nem is anyagilag is persze, lelki, erkölcsi, szellemi értelemben szegények, nyomorultak, lepusztultak, nagy valószínűséggel olyan pusztító javakra költenék, amellyel saját maguk testi-lelki épsége nem hogy javulna, hanem tovább romlana, ezzel szemben viszont az ezeket a pusztító javakat előállító globális kereskedelmi láncok profitja viszont hatalmas mértékben növekedne. Tehát valójában ez az óriási pénz, amelyet mind mi adnánk össze, adófizetők, ez mint egy ilyen bumerángra rátett pénz, elsuhanna a szerencsétlen szegény emberek orra előtt, látszólag megkapnak és már menne is vissza ugyanazokhoz a globális tőkestruktúrákhoz, akik valójában ezeket a pártokat ösztönzik arra, hogy demagóg jelszavakkal újra és újra követeljék ennek a bizonyos UBI-nak, tehát feltétel nélkül alapjövedelemnek a bevezetését. Ez tehát egy csapda, de a hétköznapi politikai diskurzusban nem lesz egyszerű feladat ennek a csapdának az elbeszélésére. Elképzelhető, hogy Magyarországon erre nem is kerül sor, mert minden igyekezetük ellenére nem lesznek képesek bevinni a beszédtérbe, de jobb félni, mint megijedni ezen a téren is. Nem árt tehát, különösen a 22-es választások előtt, hogyha felkészülünk arra, hogy ilyen demagóg ígéretekkel is jelentős mértékben lehet csapdába csalni pont a legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportokat, és tovább torzítani a magyar nemzet, tovább roncsolni, rongálni a magyar nemzet esélyeit, a magyar nemzet nevű emberi közösség esélyeit arra, hogy valóban méltó életet éljen. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.